Amikor két teljesen különböző intelligenciát összekötsz, abból, abból szinergisztikusan valami jobb lesz. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. A Szertár Podcast mai 112. adásában praktikusan gyógyszeres kezeléseket tesztelünk, de nem is akárhogy. Ezt, hogy legyen jó szimulált sejt, ezt szokták a számítógépes biológia Szent mondani. A Szent kereséséhez pedig fontos az a lépés is, amikor ráültetünk a szimuláció tetejére egy mesterséges intelligenciát. Aztán meglátjuk, mit hoz a jövő, de igazából ez nem, nem egy ennyire eldöntött meccs, és nem vagyok benne biztos, hogy pár év múlva nem a számítógépnek fognak jobban hinni, mint az orvosoknak. Rövidesen kezdünk, de előtte szokás szerint külön köszönöm azoknak, akik egy havi jelképes összeggel hozzájárulnak ahhoz, hogy hétről hétre új adással és új témákkal jelentkezhessek. Mivel ezeket a podcast adásokat és az ismeretterjesztő videókat is önkéntesen csinálom, befektetők szerkesztőségek ugye nem állnak mögöttem, így a patreon.com per szertár oldalon tett felajánlásaitok rengetege segítenek a fenntartásban, de akár azzal is sokat segíthetek a terjesztésben, ha feliratkoztok, és vagy megosztással viszitek a podcast jó hírét azok felé, akiket szerintetek szintén érdekelhet. Köszönöm szépen! És most kapcsolás a stúdióba! Hát szeretettel köszöntöm a vendégeimet újra itt a stúdióban, és ha a hallgatók elkezdenének gondolkodni, hogy mi az, hogy újra, hiszen még nem hallottátok őket, az nem a véletlennek a műve, de néhány héttel ezelőtt volt egy bejelentésem egy nagyon-nagyon kínos beégésről. Szóval ők azok a vendégek, akik most itt vannak. Ez ugye az az alkalom volt, amikor elfelejtettem felvenni magát az adást, de Szalai Kristóf és Veres Dániel vannak itt a stúdióban. Sziasztok! Szia. Szia. Csak hogy a hallgatók megismerkedjenek a hangotokkal és a neveitekkel, Kristóf, arra kérlek, hogy előbb te mutatkozz be, hogy mi az, amit csinálsz, Mind a ketten egyébként egy Turbine nevű startupnál dolgoztok, illetve azt indítottátok el. Igen, szóval én Szalai Kristóf vagyok, a turbine a technológiai vezetője, és hozzám tartoznak leginkább azok a dolgok, amikben főleg számítógép vagy matematika vagy ezek valamilyen kombinációja van, mondjuk. Sziasztok, én Veres Dániel vagyok, én vagyok a Törbánnak az orvosigazgatója, és hozzám leginkább a biológia és az orvosi dolg tartoznak, tehát így szinergisztikusan mindenre tudunk válaszolni a kis tófa. Ebből már is össze lehetett rakni, hogy a ti cégetek az valahogy a matekot, és az orvostudományokat próbálja összepakolni, de akkor felvetődik a kérdés, hogy hogyan. Igen. Most a... úgy teszek, mintha ezeket a kérdéseket még soha nem tettem volna fel, és még soha nem hallottam volna rá a választ de, de nagyon szívesen elmondjuk meg. Szóval, amit mi csinálunk, az tulajdonképpen az, hogy van egy számítógéppel szimulált sejtünk, ami tulajdonképpen pontosan úgy tud viselkedni, mint egy valódi sejt a laborban, azaz, hogyha gyógyszerek virtuális másával kezeljük ezt a sejtet, hát praktikusan szimuláljuk, akkor az pont ugyanazt, vagy ugyanolyasmi hatást vált ki, mint amit laborban tenne, hogyha rácsepegtetnénk ezt a gyógyszert a sejtekre. Ezt a szimulációt hogy kell elképzelni? Tehát ti lemodelleztek egy nem létező valamit, amire nem létező dolgokat eresztetek át, és nézzétek, hogy hogy működik. Szóval, amit mi csinálunk pontosan, az az, hogy a sejtnek van egy ilyen tulajdonképpen kapcsolási rajza hogy melyik fehérjék, melyik más fehérjékkel tudnak kapcsolódni a sejtem belül. Ez tényleg olyan, mint, mintha kicsit hasonlít az áramköröknek a kapcsolási rajzához, de egy hálózatként lehet ezt elképzelni. Ez minden egyes ember, minden egyes sejtjére teljesen ugyanaz a kapcsolási rajz vonatkozik. Amiért te máshogy nézel ki, meg másmilyen ember vagy, mint én, az az, hogy a genetikai kódod más, mint az enyém a genetikai kód az azt határozza meg, hogy hogyha más betűk vannak a genetikai kódodban, akkor egyes fehérjét kicsit máshogy néznek ki. Viszont akkor így a genetikai kód különbözősége miatt ez a kapcsolási rajz is különböző lesz, nem? Így van, ahogy úgy építjük fel a szimulációt, hogy van ez a közös kapcsolási rajz. Amit a genetikai kódod meghatároz, az az, hogy bizonyos fehérék aktívabbak, azért, mert abban olyan betű kombináció van, ami azt eredményezi, hogy az a fehérje mondjuk jobban be van kapcsolva, vagy kevésbé van bekapcsolva. Vagy éppen, ami, és ez a gyakori, vagy az a fehérje elromlik valami miatt, és akkor az a kapcsolási rajzban ki lesz kapcsolva. Ez az egyik, amit ráteszünk. A másik egy transkriptomika nevű dolog, ami tulajdonképpen azt mondja meg, hogy az egyes adott fehérjékből mennyi van az adott sejtben. Neked, és bármilyen embernek az összes sejtedben ugyanaz, teljesen ugyanaz a genetikai kód van. De a sejtjeid, meg a szemsejtjeid, meg a sejtjeid mégis nagyon-nagyon mások. És ez azért van, mert az egyes sejtekben egyes fehérék termelődnek, más fehérék nem termelődnek. Bizonyos fehérék engedélyezve vannak, más fehérék nincsenek engedélyezve. És ezt a képet gyakorlatilag ebből a három rétegű, mondjuk szendvicsből áll össze a törbájnak a szimulációja, tehát van egy kapcsolási rajz, amiben bizonyos fehérék jobban működőképesebbek, más fehérék kevésbé működőképesek, és még rátesszük azt, hogy mennyi van az egyes fehérjéből. És ezzel tulajdonképpen személyre tudjuk szabni, ö, olyan szinten, illetve sejtípusra tudjuk szabni, úgyhogy egy tetszőleges sejtípusnak, és ebbe az esetben például a daganat sejtnek a kapcsolási rajzát lerajzoljuk. Annyit még azért mindenképp hozzátennék, hogy ez nem, a, nem az egész sejtnek egy teljes minden részletre kiterjedő modellje, hanem egy úgynevezett jelátviteli hálózatot, egy kis arrendszerét a sejtnek modellezzük, ami tulajdonképpen azt a döntést hozza meg, hogy az a sejt valamilyen külső hatásra most éljen, szaporodjon, vagy meghaljon. És ezt viszonylag kevés adat, egyről egyrészt nagyon sok tudás földjűlt már az elmúlt időkben, másrészt viszonylag kevés adattal már lehet modellezni. És daganatok esetében pont ez az, amire kíváncsiak vagyunk, hogy mit kell tennünk, hogy meghaljon a sejt ez nagyon szép, hogy ezt itt tudjátok modellezni, akár a gyógymódot is idézőjelben rá tudjátok ereszteni, de ez miért jó? Hát alapvetően, amit csinálunk ezzel a modellel, az először is nagyon sok mindent lehet vele csinálni. Tehát, hogy mivel a számítógében van, ezért sokkal több vizsgálatot, sokkal gyorsabban végre tudsz hajtani, mint hogyha van egy sejtvonalad, egy peti csészében, és utána rá kell tenni egy óceát, és megnézed, nem tudom, 72 órót, hogy mi történik. Ez itt lehet, hogy másodpercek kérdése, vagy, vagy, akár egy nagyobb kísérlet, sokkal több sejtvonal, az de egy pár perc alatt és ezért nagyon sok mindent ki tudunk próbálni, amit általában uh, kiszottunk próbálni, az a különböző kémiai intervenció, tehát praktikusan gyógyszeres kezeléseket tesztelünk, és megnézzük, hogyha van egy gyógyszerünk, amit kapunk egy gyógyszercétől, meg van még 20 másik, akkor valószínűleg a 20-ból melyek lesz az a 2-3, amivel legjobban uh, tud kombinációban hatni, tehát erősebb lesz a hatása annak a kombinációnak, mint hogyha az egyik vagy a másik gyógyszert egyedül adnád. Ez egy ilyen kérdés. Lehet, egy másik kérdés az, hogy a gyógyszer hatását, milyen uh, fehérjék határozzák meg abban a szempontból, hogyha ki vagy bekapcsolód őket, akkor az érzékenysége annak az adott modellnek, sejttípusnak megváltozik. Ezen keresztül pedig biomarkereket lehet prediktálni, tehát praktikusan, hogyha lehet, hogy a BRCA mutációról már sokan hallotta, például ugye emlőben ez egy sokkal nagyobb, daganatos kockázatot okoz, illetve petefészekben is petefészekre kockázatot növeli, ezt a BRCA gént egyet-kettőt ki tudjuk ütni mi is, ugyanígy kvázi a számítógépben, és ezzel látjuk, hogy a, egyszerűen ellenállóbb lesz az a daganatos sejt mondjuk egy adott kezeléssel szemben, vagy éppen egy kezelés, ami akkor működik, ha ez a mutációt ott van, sokkal jobban foghatni. Ilyeneket lehet vizsgálni, és uh, ezt mi most gyógyszercégek számára csináljuk, illetve akadémiai kollaborációkban, és az a cél vele, hogy kvázi jobban megértsük azt, hogy bizonyos gyógyszerek ott esetben bizonyos uh, daganat típusok, azok biológiailag hogyan működnek, hogyan épülnek föl, és megpróbáljuk megérteni a saját modellen keresztül ennek a jelátvitelét. Valószínűleg nem én vagyok az első, aki felteszi ezt a kérdést, és szerintem már felkészültetek ilyenre. Akkor az, amit ti csináltok, az kiválthatja mondjuk az állatmodelleket? Hát állatkísérleteket? Lehet egy olyan pont, amikor kiváltja. Jelenleg ugye inkább arra fókuszálunk, hogy uh, úgy szoktuk mondani, hogy a kísérleteket, így vezessük őket inkább. Tehát, hogy ugye nagyon régóta lehet hallani a személyre szabott orvoslásról, és régóta lehet hallani arról is, hogy racionalizálni kéne ezeket a folyamatokat, amik a gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódnak, egészen az akadémiai kutatástól a konkrét klinikai vizsgálatokig. És a mi célunk az főleg az, hogy ezt a racionalizálást be tudjuk hozni, és tényleg személyre szabott módon, most ez mindegy, hogy saját vonalakkal, vagy adott esetben uh, mintákra alapulva, de tudjuk mondani, racionális döntés, hogy ezek a gyógyszerek lehetnek például jók egy kombinációba, és utána ugyanúgy le fogják mérni. egyelőre még biztos, hogy ugyanúgy fognak csinálni rá állatkísérleteket is, de már azért a célért, tehát a cél az lehet egy tisztább dolog, jobban, nagyobb valószínűséggel fog működni utána emberekben, tehát nem lesz annyira hatékonytalan a rendszer, mint most. Most inkább az a baj, hogy lefut az állatkísérlet, lefut minden kísérlet, lefut az ember rendvégzett végzett klinikai vizsgát, és nem hat a gyógyszer. A gyógyszer 50 azért bukik el fázis vizsgálatokban, mert nem hatott. Nem azért, mert toxikus volt, vagy mert nem tudom, nem sikerült a piacra kivinni, hanem egyszerűen nem működött, és ezt korábban, sokkal korábban észre lehetne venni, és ebben próbálunk segíteni. Na de az, hogy nem hatott a gyógyszer, az sok esetben nem arra vezethető vissza, hogy mondjuk azok a modellek, amiket korábban a kísérlet korábbi fázisaiban használtak, mondjuk állatmodellek, nem tudom, drozofillán nézik először, aztán patkányban, aztán nem tudom, lehet, hogy most ugráltam nagyokat. Tehát, hogy azért az nem ugyanaz a komplexitás, mint mondjuk az, amikor egy betegben kezdik alkalmazni ugyanezt. És akkor itt jön a kérdés, amire Kristóf utalt, hogy itt csak a sejtnek egy a rendszerét a jelátviteli folyamatoknak gondolom egy részét vizsgáljátok, tehát ez nem túl egyszerűsítés ahhoz képest, ami például bennem betegben lesz? Nyilván egyszerűsítés, azt nem tudom, hogy mennyire túl egyszerűsítés. Tehát, hogy a nagyon sok folyamaton megy keresztül egy gyógyszer, amíg elkezd hatni. De a vége az az, hogy be kell jutni a sejtben, és ott valamilyen hatást kell kiváltania. Azt a folyamatot, hogy hogyan jut el a sejtig és hogyan jut be a sejtbe, azt már viszonylag jól tudjuk erre. Vannak különböző szimulációk, számítógépes predikciók, már egészen jól tudják a gyógyszercégek, hogy milyen formulációban, mikor, mennyi gyógyszer kell beadni ahhoz, hogy bejusson adott mennyiségű koncentrációi gyógyszer a sejtekbe. A mi, mi feladatunk az az, hogy ekkor megmondjuk, hogy jó, most bejutott a sejtbe, ott vajon mit fog csinálni? És uh, ők igazából ezt nem tudják. Tehát, amit ők tudnak, az az, hogy sejtvonalakra rátettük ezt a gyógyszert, és akkor meghalt vagy nem halt meg. De hogy miért történt ez, az nem. Amit mi mondunk ilyenkor, az az, hogy az ő kísérleteket egyébként felhasználva, kvázi reprodukáljuk és új kísérleteket futtatunk. És utána ezt kielemezzük, és azt mondjuk, hogy szerintünk ez történik a sejtben, ami miatt ez a gyógyszer működik vagy nem. És utána, amikor ezt összevetik a humán mintákkal, a humán mutációs frekvenciával, vagy bármilyen adattal, akkor rögtön ott van a mechanisztikus jelátviteli összefüggés a kettő között, és nem csak egy túlélési eszélyből következtetsz arra, hogy ez most emberben működni fog vagy nem. És hogyan dolgoztátok ki magát a rendszert? Most nyilván nem az egyes lépésekre vagyok kíváncsi, de de hogyan tanítottátok meg a rendszert arra, hogy felismerje ezeket az útvonalakat, és hogyan kellene reagálnia? Bepötyögtetek millió, meg egy tudományos publikációt, aztán abból kitalálta, hogy mi lesz? Az első része a folyamatnak meglepően közel volt ehhez, amit pontál. Amikor nekiindultunk ennek, akkor, akkor volt egy olyan rendszerünk, amivel lehetett ezt az egészet, lehetett, dolgo, lehetett biológiai rendszereket szimulálni, de nem volt olyan nagy felbontású biológiai rendszer, amit tudunk szimulálni. Tehát azt nagyjából van róla egész jó elképzelés, hogy milyen egyenletekkel kellene számolni ezeket a sejteket, csak még senki nem írogatta össze ezeket az egyenleteket minden egyes fehérére. Azért, mert mert egyébként... Hát nagyon bonyolultak, hát, Mert nagy, nagy, része teljesen ismert, ismeretlen és teljesen mérhetetlen. És Danival kipróbáltuk először azt, hogy a Dani összegyűjtött egy csomó adatbázist, egy csomó információt, ami ezekre a fehérjékről összegyűjt, és gyakorlatilag ezt az egész adatbázist így beleöntöttük a szimulátorba, hogy ezzel csinálj valamit, és nem csinál semmi értelmeset, mert egyszerűen annyira, annyira tele van mindenféle, hogyha simán letöltesz egy adatsort, annyira tele van mindenféle szemét, annyira pontatlanak még egyszerűen a kísérletek, hogy, hogy ez nem használható. Ez azért elég frusztráló. Igen, úgyhogy Úgyhogy tényleg az volt a vége, hogy Fekete Iván, aki alapítónk, ő mondta azt, hogy jó, akkor most leül néhány ládasörrel, praktikusan ez történt egyébként, ez egy Erasmus program alatt történt. Igazából az úgy nézett ki, hogy ő kint volt az Erasmuson, mi meg itthon voltunk, azt hiszem Belgiumban volt, Hollandiában volt, és úgy teltek a napjai, hogy ugye napközben iskola lett volna, délután esténként leült velünk, kicsit beszélgettünk, meg gondolkoztunk, leült a gép elé, drótozgatta a hálózatot, mit tudom én, hajnali négyig, majd elment aludni, és föl kell délből, és kezdtük előről, és ez történt, nem tudom, két-három hónapig, amikor kialult, kialakult a hálózatnak az a, nem tudom, három 400 fehéréből álló magja, amivel, ami már működőképes volt, mert csak azokat a funkcionális, meg nagyon sokszor kipróbált éleket, meg logikát tettük bele, ami tényleg tudományosan bizonyítva van, és, és tulajdonképpen innen épült az út tovább a rendszer, és most, most kicsit több, mint 1500 génünk van benne, ami nyilván az ahhoz képest, tehát, hogy egy, ember, egy emberben kb. 50 ezer plusz-minusz uh, valamennyi gén van, ebből a jelátviteli hálózat az olyan 5000 körülre satszolják és ennek azért már egy egész jó részét fedjük ez az 1500 a főleg, hogy ez az ilyen legjobban kutatott része, ami, ami a leginkább daganatos folyamatokban szerepet játszik. Az egyik oldalon most azt mondod, hogy ez az egyik legjobban kutatott rész, tehát rengeteg kutatóintézet, kutatócsoport foglalkozik ezzel a területtel. Másik oldalról viszont ott van az, amit még adáson kívül beszélgettünk most, és nem néhány héttel ezelőtt, hogy ti tavaly novemberben kaptatok egy közép-európai legjobb startup, vagy év startupja díjat, meg még volt rengeteg más, és a pioneer kapcsolatban volt valami díjatok. Tehát nagyon-nagyon díjazzák az innovatív munkátokat. Uh -huh. Ez hogy fér el a mérleg két serpenyőjében? Tehát rengetegen foglalkoznak vele, ugyanakkor ti csináltatok valamit, amit senki más. Hát alapvetően, mint a kis mondott, az az, hogy rengetegen foglalkoznak különböző fehérjékkel, sokan foglalkoznak ugyanazokkal a fehérjékkel, P53-káros, EGF, ezekről tonnányirodalom van, Sokan foglalkoznak az, hogy integráljanak ilyen adatokat, tehát mondjuk adatbázisokat építsenek, más adatbázisokat integráljanak ilyen metaadatbázisokba, tehát ezekre mind van akadémiai program, illetve vannak olyan startupok, akik különböző részein ennek a folyamatnak bekapcsolódnak. A mi innovációnk az ott van, hogy a biológiai részében ennek az egész folyamatnak kevesen csatlakoztak be. Nem nagyon van olyan cég rajtunk kívül, talán kettőt tudunk, hogy konkrétan ilyen sejtszimulációkkal foglalkoznak, tehát ez egy, ez egy olyan i um, seen to komplexitás, illetve egyben is a teljes komplexitásból, amit kevesen mernek felvállalni talán. Akadémiában igen, ott vannak ilyenek, de utána az akadémiai programok ritkán mennek tovább cégbe. És nálunk ez volt a nagy váltás, hogy mi az akadémiából kiugorva továbbmentünk, hogy a Szememveiszen kezdtünk mind a ketten a kis és onnan ugrottunk ki kvázi a, a törmányba. És, és ez a lépés adta meg nekünk utána azt a fókuszt, hogy akkor jó, most mi ezt próbáljuk csinálni, a lehető legjobb ilyen saját modellt felé a számítógében. És az, hogy ez a sok kísérlet, sok kutatás zajlik, amiket említettünk, ez nekünk csak jó, mert mi ezeket tudjuk integrálni. Tehát amikor építjük ezt az egész modellt tovább, akkor mindig ezekre tudunk építkezni, és így építjük sorban előre, és mindig próbálunk olyat még nem csinált senki sokszor nem is működik, nincsen hozzá adat, és utána jön egy publikáció, hogy hú, most megint a szelben egy nem tudom, 500 sejtvonalas kísérlet, na, rögtön betöltjük, meg, és már működik mondjuk az, ami előtte nem működött. Tehát mindig, ha ott vagyunk, akkor ránk csatlakoznak ezek a kutatások, és kvázi tudjuk őket hasznosítani. Ezt úgy is el lehet képzelni ezt a folyamatot, hogy a kutatók körülbelül 5-10 évet foglalkoznak azzal, hogy egyes ebben az 1500 pontos hálózatban mondjuk egy pontot leíranak, vagy két, azt, hogy két pont tud kapcsolódni egymáshoz, és, hogy, és hogyha a két fejre kapcsolódik egymáshoz, akkor mi történik. Mi ezt, a, mi ezt a sok munkát összeraktuk, és ezt a sok kutatást tudjuk integrálni, és, és ami szerintem nálunk új, meg novum, az az, hogy egyrészt ezt az egészet ezt nem csak meg tudjuk nézni, mint egy térkép, hanem, hanem be is tudjuk kapcsolni, és meg tudjuk nézni, hogy hogy működik. És azt hogy tudjátok biztosítani, hogy ez a rendszer ezt tényleg működik, és úgy működik, ahogy egy élő rendszerben működne? Tehát hogyan tudjátok validálni azt, hiszen ha mások nem foglalkoztak vele eddig, ti leraktok valamit az asztalra, mm. honnan tudjam, hogy ez... Hát, alapvetően háromféle dolgot szoktunk csinálni validáció, az egyik az a maga folyamat közben zajlik, tehát hogy mondjuk egy kombinációs kísérletnél az egyes, gyógyszereket egyedül monoterápiában tudjuk, hogy hogyan hatnak, mondjuk mennyire ölik meg a sejteket, milyen koncentrációban, mennyi sejt hal meg. Most ehhez képest próbáljuk mi belülni, hogy mi hogyan prediktáljuk ezt, és próbáljuk ezeket egymáshoz közel hozni, úgy, hogy közben más gyógyszerek, amiket már modellezünk, nem romlanak el. Tehát kvázi beépítünk új mechanizmusokat, új jelentkező új fehérjéket, amik hiányoznak, stb., és, és így halad a modell előre. Utána leadjuk az eredményeinket, két dolog történhet vele. Az egyik az az, hogy vagy retrospektív módon validálva van, ez azt jelenti, jelenti, hogy már van eredményük, összehasonlítják, és azt mondják, hogy hú, ez már kijött korábban is. Egyébként mi is csinálunk ilyesmit, tehát az irodalom összehasonlítjuk, és azt mondjuk, hogy az irodalomban már leírták, nekünk is ez jött köz egy erősebb predikció. A másik pedig, és nyilván ez a, ez a jobb, ez a prospektív validáció, amikor leadunk egy eredményt, és utána ez elkerül a laborba, és ott lemérik, hogy na, amit mondtatok, az most tényleg igaz vagy nem. És a gyógyszercégekkel, akikkel dolgozunk, itt ez a a folyamat kvázi, hogy mi mondunk nekik valamit, és ők utána azt a szelektált ö, végeredményt le is mérik, és utána visszamondják nekünk, hogy jó, a, itt eltaláltátok, hogy a kombináció tényleg tök jól működött, itt eltaláltátok, hogy ez egy teljesen új kombináció, mi nekünk eszünkbe se jutott, ez viszont nem nagyon működött, hogy nézzetek rá a hálóra. Nem ezt mondják, ezt mi mondjuk utána, amikor elemezzük az adatokat, de megkapjuk az eredményeket, és azt tudjuk hasznosítani. És ezen keresztül folyamatosan tanulunk, és kapunk egy ilyen eredményt, látjuk, hogy hol lehet gond a rendszerbe, és arra fektetünk után erőforrás, hogy javítsuk. Ti nagyon szorosan együttműködtök gyógyszercégekkel, ez azért kiderült. Miért ti csináljátok ezt a munkát, és miért nem a gyógyszercégek? Tehát nem tudom hányan vagytok fejlesztőként a csapatban, de hát az szinte semmi nem lenne egy nagy gyógyszercégnek, hogy alapítson egy ilyen labort. Hát a gyógyszercégek azok nagyon lassan mozognak, nagyon nagyok. Hát, hát annak lenne pénze, aki nagy. Aki nagy, azoknak azok lassan mozognak, próbálnak innovációra uh, is fókuszálni, de ez általában azt jelenti náluk, hogy kollaborálnak ilyen startupokkal, mint is vagyunk, mi is vagyunk. Tehát nekik jobban megéri az, hogy kvázi finanszírozzák azt, hogy mi ezt építsük és csináljuk, és ők utána hasznosítják ezt a technológiát. Az nincsen kizárva, hogy utána mondjuk megveszik, és megveszhetnek akár minket is, más, más cégeket láttunk, hogy felvásárolják őket gyógyszercégek, ha eljutnak addig, hogy már tényleg bizonyított számukra annyira, hogy már megéri, hogy csak náluk legyen az a technológia. De az elején jó, hogyha így inkubálgatnak kvázi sok technológiát, amiben majd kiesik a Szent Grál a végén. Ti hol jártok? Majdnem másképp tettem fel a kérdést, de ez nagyon tetszik. Hol jártok a Szent Grál felé vezető úton? Hát valahol az úton vagyunk éppen. Ez a Szent Grál az egyébként azért tök jó kifejezés, mert a számítógépelt, tehát a szimulált, ezt, hogy legyen jó szimulált sejt, ezt szokták a számítógépes biológia Szent Gráljának mondani. Hogy, mert tulajdonképpen ez egy olyan Rendszer, aminek, ennek, talán a biológiában ez az egyik dolog, aminek a legkevésbé értjük a működését, maga, maga az emberi sejtnek a belső folyamata. Tulajdonképpen ilyen élettani szinten azt tudjuk, hogy a szerveink mit csinálnak. A, hogyha egy, egy szinten lejjebb mész, akkor a, a, fehérjéket is értem, hogy aminosavakból vannak, ott már azért elkezdenek problémák jönni, hogy a fehérje hajtogatódásnak a folyamatát azt, azt azért még mindig macerás kiszámolni, de de az, azt, hogy az emberi sejtben mi történik, ami egy, ami egy ilyen leves 50 ezer fehérjével, itt van 50 ezer fajta fehérje, itt van egy akkora komplexitási ugrás, amit most még nem tudunk befogni. És egyébként ez azért is érdekes, mert ugye a kutatók azok beviszik ezeknek a, tehát ők a logikáját tudják megmondani, hogyha ez a fehérje be van kapcsolva, akkor ez a fehérje is be lesz kapcsolva, és az egy ilyen, mondjuk ilyen beki, ilyen bull -szerű logikát tudnak beletenni, vagy leírni a cikkekben. És ami nekünk kell, vagy ami egy korrekt szimulációhoz kell, az az, hogy ennél folytonosabb, valami, valami ennél kvantitatívabb értékek. Tehát, hogy rendesen legyenek, legyen fölparaméterezve az a kapcsolat. És tulajdonképpen azt, hogy ezt, ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, ahhoz ezt valószínűleg biológiában elvileg se lehet lemérni, mert egyszerűen máshogy viselkedik a kémcsőben, mint a sejtben, máshogy viselkednek a fehérék. Viszont most már van elég kísérletes adat, vagy remélhetőleg hamarosan lesz elég kísérletes adat, ahhoz, hogy ezeket a paramétereket meg lehessen tanulni a mesterséges intelligencia algoritmusokkal. Hol jön itt képbe a mesterséges intelligencia? Köszi a kérdés. <síns> <síns> a... <síns> Szinte készültem. <rá. síns> Igazából az, hogy magát egy szimulációt lefuttatsz, ahhoz nem kell mesterséges intelligencia, mert az, az csak egy szimuláció. Kétféle helyen használunk mesterséges intelligenciát, az egyik az az, hogy egy szimulációnk nekünk nagyon gyorsan lefut, ilyen másodperc magassága, ami azt jelenti, hogy nagyon sok szimulációt tudunk lefuttatni, tehát amit például szoktunk csinálni, hogy ráültettünk a szimuláció tetejére egy mesterséges intelligenciát, hogy maga az MI válogatja ki, hogy ő milyen gyógyszerkombinációkat milyen dózisban adjon, hogy azt a sejttípust, vagy azt az indikációt a lehető legoptimálisabban tudjuk célozni. Tulajdonképpen mi az a gyógyszer, ami erre a sejtre hat? Ilyesmi fordított kérdéseket tud megválaszolni az MB. Másik, amit szoktunk az emmivel csinálni, az egyszerűen az, hogy a biológiai kísérletekből nagyon kevés van, és nagyon drága futtatni őket. Tehát, hogyha kb. olyasmi adatkészleteket szoktunk kapni, hogy nem tudom, 60 kötőjel 100 sejtvonalon van lemérve a gyógyszerhatás, ami nagyon kevés a ismert 50 ezer, meg több ezer átviter génfényében fényében ahhoz, hogy te abból bármilyen értelmes statisztikát csinálj úgyhogy mi nem is ezt csináljuk, hanem azt, hogy ezt a, ezeket a sejteket felhasználjuk arra, hogy minél jobban uh, beállítsuk a gyógyszernek az esetleg ismeretlen hatásait meg a uh, meg a szimulációt finomhangoljuk. És ezzel a sejtmodellel csinálunk utána több millió különböző szimulációt amin már lehet jó algoritmusokat lefuttatni, és akkor már meg tudjuk érteni, hogy tényleg milyen esetekben hat a gyógyszer, mi a mechanizmus, ami miatt hat vagy nem hat a gyógyszer. És ez az egész rendszer hova fog kifutni? Itt említettétek a, a személyre szabott orvoslást, főleg az elején többször előjött. Ha megbetegszem, elmegyek az orvoshoz, levesz tőlem egy mintát, bekerül a ti rendszeretekbe, az összeveti az eddigi nem tudom hány millió lefuttatott kísérletnek az eredményével, és kiköpi, hogy nekem milyen gyógyszert kéne szednem, és milyen kombinációban? Ez egy opció. Tehát, Köszönöm szépen. Akkor. Az egyik lehetőség, amit lehet, a, hát most még nem itt tartunk, azt hozzá kell tenni. Tehát most alapvetően még mi is saját modellekkel dolgozunk, saját illetve ö, betegekből származó mintákat építünk modellekbe. Tehát azért nem mondanám, hogy betegeket modellezünk, de eljuthatunk oda pár év múlva, hogy tényleg konkrétan a betegből vett mint a megszekvenálása utána megvan a molekulás és profilja, akkor tudunk adni egy javaslatot. Ilyen javaslatot egyébként sokan adnak, magyar cégek is vannak, akik akik ilyen molekulás diagnosztikával foglalkoznak, ők a meglévő evidenciák alapján tudnak mondani valamit, hogy hogyha káros mutáció van abban a, a tumor szövetben, akkor valószínűleg ez a, nem tudom, inhibitor fog hatni. A, amit mi tudunk csinálni, és ennél több, az az, hogy, hogyha egy teljesen ismeretlen molekulás profil van, akkor is fogunk mondani valamit, mert nálunk a mechanisztikus modell az mindig tud választani, akkor is, nagyon ritka az a daganat, és egyébként nem nincsen rá még evidencia. Amit akartam mondani az előbb a Szent Grához, úgyhogy ezt itt kicsit visszahozom, és a és Az pedig az, hogy a, a gyógyszerfejlesztésnek az egész folyamata felcserélhető a mostani um, lassú, nagyon drága folyamat helyett. Be lehet vezetni egy olyan folyamatot, ami mesterséges intelligencia per számítógép által uh, optimalizált, és ebben a folyamatban mi ott vagyunk elég sok ponton. Ismerünk olyan startupokat, olyan cégeket, akik mondjuk az elején vannak a folyamatnak, tehát mert tudják mondani, hogy ha van egy célpont, akkor az, arra a célpontra, hogy milyen gyógyszer fog a legjobban hatni. Utána, hogyha már ez megvan, akkor lehet optimalizálni azt az adott gyógyszert, akkor az a gyógyszer valahogy működni fog, miután jövünk be, mert tudjuk mondani, hogy akkor az a gyógyszer pontosan milyen biológiai mechanizmusok mentén hat valószínűleg, milyen betegeken kéne kipróbálni, és utána jönnek azok, akik a klinikai vizsgálatoknak az optimalizásával foglalkoznak, addig vannak ők ott, amíg mi nem érünk oda. De minden esetre ez a láncolat, ez a végén egy ilyen teljes úgy szoktuk ezt mondani, hogy in silico drug discovery folyamatot tud lefedni, tehát praktikusan számítógépben vég lehet csinálni nagy részét ennek a teljes folyamatnak. És már most is van egy-két olyan gyógyszercég, akik ilyen AI-jal, tehát mesterséges és intelligenciával támogatott gyógyszerfejlesztést csinálnak, és a saját gyógyszeréket viszik utána a piacra, adják el a nagy farmacégeknek. És ezt pont hallottuk, a, a Rosnál voltunk egy ilyen innovációs konferencián, és ott mondták, hogy nem a Pfizer vagy a Bayer a nagy kompetitor, hanem ezek a cégek, a nagy kompetitorok, akár mi is, akik le tudják váltani a teljes technológiát. Tehát, hogy a, a, most ugye a benzines autóknak nem a másik benzines autó a kompetitora, hanem a Tesla, aki egy teljesen más technológiát hoz be. És a Szent Grál az, hogy kitaláljuk, hogy mi az a technológia, ami a mostanit le tudja váltani. Azért gondolom, nézitek a nem tudom, cégeket, ti hol álltok, vagy hogy érzitek, hol álltok a menzőimben? Hát, Csak nagyon optimista. Amit így pozitívan tudunk mondani, az az, hogy pont három hete jöttünk vissza, Igen. vagy két hete jöttünk vissza. San Francisco-San diego voltunk egy ilyen kisebb túrán, hogy bemutassuk, hogy mit csinálunk ottani egyrészt más másrészt kisebb startupoknak, harmadrészt pedig befektetőknek. Hát ott ugye nagyon megy ez a piac, igazából ott van az egésznek az egyik szíve, a másik talán Bostonban, meg még itt Európában van egy-két központ. És az derült ki, hogy, hogy maximálisan az el elöl vagyunk ebben az egész folyamatban. Tehát ezt, amit mi csinálunk, mások vagy lassabban csinálják, vagy teljesen máshogy csinálják, ami nincs ennyire validálva. És de hozzá kell tenni, hogy nálunk azon kívül van egy technológia, ami már elég jelöl tart. Ez egy bizonyított technológia abból a szempontból, hogy a, a Bayerrel már együtt dolgozunk második éve. Megcsináltunk már velük négy projektet, abból már kettőnél a validációt is megkaptuk jó eredményekkel. A Pfizerrel együtt dolgozunk, és vannak más gyógyszercégek, gyógyszer akikkel nagyon jól állunk. Tehát nagyon jó ilyen Pontból az eddigi bizonyítottsága a technológiának a gyógyszercégekkel, és ezt mások nem tudják elmondani magukról. És mennyire tudjátok védeni ezen a piacon a ti technológiátokat, hogy más ne nyúlja le? Hiszen ebben úgy hallom, hogy nagyon nagy pénz van. <laughs> Vannak ö, olyan alap részei a technológiának, ami szabadalmaztatva van. Ez valószínűleg túl sokat nem ér. Igazából valószínűleg tényleg a legjobb, legjobb védelem az, hogyha mi is minél gyorsabban haladunk előre, és egyszerűen gyorsabban megyünk előre, mint a többiek, mert gyorsabban próbálunk tapasztalatokat gyűjteni. Gyorsabban. Lehet, hogy akkor egy tapasztalatszerző tanuló algoritmust is be lehetne állítani, <laughs> hogy a többiek eredményeit vizsgálja, aztán tudjátok majd, hogy merre érdemes tovább menni. kicsit, a, hogyha visszakönodom az előző az a Tesláshoz, ugye a Teslának az autopálotja azért hatalmas biznisz számukra, mert senki más nem merte kivinni a piacra, tehát olyan tanuló adatuk van, hogy másnak nincsen, lehet, hogy néha hibázik, de annyit előnyük lesz ezzel a más célkez képest, ami, ami nagyon nehéz ezt behozni. Milyen és, jó, hogy ezt mondja, de mondja akar, Ennyit akartam mondani, hogy mi is ezt szeretnénk. Tehát, hogy mi is azt szeretnénk, hogy annyi adatunk legyen a gyógyszercéltól, annyi információnk, know-howunk, amit nagyon nehéz lekörözni azért, mert valakinek van egy technológia, ami a miénk, de még, hogyha jobb, akkor is nehéz bekerülni, mert hogyha a Bayerben miben vagyunk, és jól teljesítünk, ők nem fognak minket lecserélni, mert egyszerűen látják, hogy, hogy mit tudunk, látják, hogy az jó, és ahhoz azért sokkal jobbat kell tudni mutatni, hogy érdemes ennyi technológiát. Az az érdekes egyébként, hogy gyógyszergyárakba belülre nagyon nehéz bekerülni. Mm. És ugyanis, hogyha van egy új technológián, akkor azt nagyon szívesen dolgoznak fel a gyógyszergyárak, hogyha egy másik gyógyszergyárnál már bizonyítottad. És nagyon nehéz elkezdeni, és nekünk annyiban volt uh, szerencsénk, hogy a bayer -be 2016-ban bekerültünk az ő gyorsító programjukba, ez Grand for Apps nek hívják ezt a programot, és ott tulajdonképpen három és fél hónapot töltöttünk, a Bayer-nek a főhadiszállásán belül volt egy irodánk, ahol és praktikusan mindenkivel a labor uh, labortechnikusoktól kezdve a vezetőkutatókon át, az IT szakemberekig, a, az egészen a, az ügyvezetőkig, gyakorlatilag mindenkihez nyitva állt előttünk az ajtó. És mindenki nagyon szívesen is fogadott minket, és tulajdonképpen ott értettük meg azt, hogy mi az, amire valójában a gyógyszergyáraknak szüksége van. De az, is, az is biztos, hogy olyan szempontból, olyan szempontból is nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk már, hogy tulajdonképpen mi az, amit a gyógyszergyáraknak el lehet adni, vagy mi az a probléma, ami a, ami a gyógyszergyáraknak megoldatlan. Az előbb, amit fel akartam vetni, uh -huh. a, ahhoz, amit felvetettél, nem is kérdezhettem volna meg még a legutóbb, amikor itt voltatok, hiszen azóta uh -huh. következett be egy uh -huh. esemény. Ugye a Teslát felhoztad többször példának. Uh -huh és most is megemlítetted, hogy jó, hát hibázik, na bum. Volt ugye most nem rég ez az önvezető autó baleset, erre szerintem emlékeznek a hallgatók, bár nem tudom, hogy ez az adás mikorra kerül ki. Egy szó mint száz, mennyire tapasztaljátok azt, hogy mondjuk a technoszkepticizmus esetleg betörne erre a piacra. Nyilván nem a gyógyszergyárak oldaláról, de lehet-e az a páciensek felől, hogy én olyan gyógyszert nem veszek be, amit mondjuk egy számítógép tervezett, idézőjelbe tervezett meg nekem, úgyhogy... Hát egyrészt nagyon itt van a technoszkepticizmus, ahogy Tehát ez nem olyan dolog, ami be fog jönni, hanem ott van. Tehát az a gyógyszerke az is nehéz beszélni, mert mondjuk ahogy mi bekerültünk a Bayerbe... Jó, de a gyógyszergyárakban sem nagyon bíznak az emberek, tehát Jó, kezdve... Igen, de hogy a... Eleve a bioinformatika, még sejtmodellezés, és ráadásul a számítógépben ez, ez eleve ilyen nagyon szkepticizmust indító dolog, bárkivel beszélsz. Ez még a gyógyszergyárakon belül is cifinek számít? Igen, <laughs> úgyhogy úgy, ez, ezt már mi megéltük. A, a betegek oldaláról pedig ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy talán most még ott tartunk, hogy ha a betegeknek ezt mondanád, hogy a számítógép mondta ezt, akkor ő szkeptikus lenne és az orvosnak a véleményére kíváncsi lenne. Um, és az onkológusok kell ennek ahhoz, és ez még nagyon sokáig így lesz, sőt, lehet, hogy örökre így lesz, hogy uh, kvázi lehető lesz három vagy öt lehetőség, de neki kell tudni, mi az a legjobb lehetőség, ami a betegnek ad az adott élethelyzetbe, abba az adott, mondok egy példát, lehet, -e, hogy egy gyógyszert egy nap négyszer kell bevenni, egy másikat meg egyszer. Azt a gép, egyelőre biztos, hogy nem fogja tudni, hogy milyen az úgy nevezik, hogy compliance annak a betegnek, tehát, hogy ő be fogja menni négyszer, vagy mindig el fogja felejteni. Annak a betegnek, akinek rossz a compliance, annak azt kell adni, ami egyszer kell bevenni, és lehet, hogy az egy kicsit rosszabb, de annak a betegnek az fog hatni, mert ha négyszer kell bevenni, gyógyszert nem veszi be csak egyszer, az nem fog működni. Úgyhogy kell most még az orvos, főleg ebből a szempontból, hogy integrálja azt a tudást, ami felhalmozódott, és használja az új technológiákat. Viszont pont a, az orvosokkal szemben is van egy egyre növekvő szkepticizmus, ugye? Ami abból is fakad, hogy az orvosok se tudnak mindent, a számítógépen, a google meg ott van a minden. És ezt a kettőt össze kell vetni, és szerintem lassan, hogyha Google mondaná azt, hogy neked, nem tudom, trametinibet kell szedned, akkor lehet, hogy jobban állíszi a beteg, mint az, hogyha az onkológusa mondja, aki a múlt átvágta az a gyógyszere pedig a jobban működött. Tehát, hogy igazából ez nem, nem egy ennyire eldöntött meccs, és nem vagyok benne biztos, hogy pár év múlva nem a számítógépnek fognak jobban hinni, mint az orvosoknak. Ez egyébként az orvosoknak is egy, én orvos vagyok, azért is mondhatom ezt, mert tapasztaltam és ez a mi felelősségünk is, hogy hogyan kommunikálunk, és milyen szerepet veszünk fel a jövőben, mert az biztos, hogy meg fog változni. mert megváltozott a szerepünk, és még jobban meg fog változni idővel. Hát figyelj, lehet, hogy egyszerűbb lenne homeopáti szerekre írni valamit, ott nagyon sok minden nem yeah. változik. Hát azt le tudjuk szimulálni. Van. It's spin Van ennek az egésznek egyébként egy olyan olvasata, amit mi is nagyon próbálunk követni a cégen belül, az az, hogy nem tudom, nézted el mostanában valamikor, hogy a legerősebb sakkozók azok milyen entitások. A, ugye azt, azt most, a... most bólogatok, <laughs> hogy nem. Azt a, azt a, szintet már nagyon rég átléptük, hogy a, az ember most már simán megveri, a, 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 számítógép most már simán megveri a legjobb, legerősebb embert is. Ja, azt hittem, hogy újra fölénybe kerültünk valahogy, valahogy Ami viszont érdekes, az az, hogy a legjobb sakkozókat, azokat kentauroknak hívják, ami azt jelenti, hogy egy számítógép kiszámolja, hogy ő szerint ez lenne a három-négy legjobb lépés, amit tennék, és ebből az ember választja ki, hogy valójában melyiket érdemes megtenni abban a helyzetben. Oh és ezek a, a kentaur ők erősebbek a legjobb számítógépnél is, mert egyszerűen van egy ilyen, nem tudom, szülői felügyelet a mesterséges intelligencia fölött, vagy, vagy nem tudom, amikor két teljesen különböző intelligenciát összekötsz, abból, abból szinergisztikusan valami jobb lesz. És mi is ezt próbáljuk követni a cégen belül is, hogy nagyon, nagyon sok helyen megpróbáljuk a mesterséges intelligenciából is, meg az emberi intelligenciából is kihozni a legtöbbet. Például csak, hogy a legegyszerűbb példát mondjam, nem azt csináljuk, hogy a mesterséges, az MI algoritmusnak megvan a kimenete, akkor azt, azt a gyógyszerszerűre, hogy tessék, próbáljátok ki, hanem, hanem, utána vannak nekünk kifejezetten jelátviteli szakembereink, szakértőink, szerényen sejtfejlesztőknek hívjuk őket, akik... Sejtfejlesztő kentaurok akik pont meg tudják mondani azt, hogy mi az, ami, ami valószínűleg a modellnek a hibája, és ezt, ezt nem érdemes kiadni, meg mi az, ami, ami, valódi érdekes felfedezésnek tűnik, és az valószínűleg rengeteget javít a találati rátánkon. A kommunikáció rengeteg irányból szóba jött eddig, egyrészt a sejten belüli jelátviteli folyamatok, másrészt az, hogy a beteg orvos, illetve gyógyszergyár, ti ö, konglomerátum hogyan kong ö, kommunikál egymással, de ti egymás között fejlesztők, hogyan értetek közös nyelvet? Hiszen ott vannak orvosok, vannak sejtfejlesztők, ők nem tudom, biológusok eredetileg, vannak informatikusok, matematikusok, hogyan, hogyan tudtok közös nyelvet beszélni? Igen, ez egy jó kérdés. Az, a, az az, érdekes, hogy soha nem volt um, probléma, én úgy érzem. Tehát, hogy ugye eleve úgy indultunk a Csernemek Péternek a laborjából, ami egy ilyen nagyon multidisciplinás labor, nagyon sokféle ember volt, úgyhogy a, a Kristófő villamosmérnök, egészségügyi mérnök, én orvos vagyok, és talán az pedig ilyen házatos biológiából csináltam. Tehát, hogy eléggé sok emberrel, sok területről kell már az elején beszélnünk. És ahogy vettük fel az embereket, ők is olyanok voltak, hogy bioinformatikus, biológus, de van beütése, hogy szeretne programozni, biológus, matematikus együtt, tehát, hogy mind a két végzettsége van, olyan fejlesztő, aki szeretne biológiával foglalkozni, tehát, hogy ha nincs is meg a tudása, akkor is a motivációja meg van, a másik területet megértse, megismerje. És, és talán ez az, ami egyrészt össze is tartja egyébként a csapatot nagyon sok szempontból, hogy más területeket is lá illetve ez az, ami miatt jó is itt dolgozni számukra, mert megismernek nagyon sok olyan dolgot, amikről ők nem tudnak, és ezen keresztül a saját területükön belül is egy nagyon egyedi tapasztalatuk lesz a végére. Azért gondolom ez egy szűk keresztmetszet, hogy valaki érdeklődjön ez iránt is, meg az iránt is. Nem lenne nagyobb merítés, hogyha egy nemzetközi szinten lennétek? Vagy nem tudom, hogy ott vagytok-e? Tehát mindenki magyar a csapatban vagy? Van egy, most már egy amerikai, régóta Magyarországon él, aki jó, még pénzügyi oldalon van, tehát hogy. Hát szerintem nem. A kutatófejlesztők között most nincsen külföldi, de... Közgazdász, de biológus, és szeret programozni. <laughs> de egyébként most már a, a legutóbbi hirdetésünk az, az nem Magyarország specifikus volt, hanem azt már kinyitottuk, és jöttek két jó jelentkező. Nyilván azért Budapest amennyire tehát nagyon jó hely Budapest, és ez nem is, nem is kérdés, hogy mondjuk a kutatásfejlesztést érdemes itt tartani, nagyon jó yes. a tehetségek vannak, és egyébként ezt a Veliben, a Silicon Valley-ben se kérdőjelezték meg, sőt mondták, hogy maradjunk itt, mert ez, ők tudják, hogy itt jó tehetségek vannak, és a Veliben nagyon nehéz jó tehetséget találni, mert a Google mondjuk elviszi őket. Hogy csak távol akarják hát, hogy tartani a cégeteket maguktól. De, de reméljük, hogy nem erről van szó. Minden esetre nyitunk a, a multinacionális felé is, de azért ez egy, ez egy viszonylag nagy lépés, egy, egy, egy Cégben, hogy akkor angolul beszélni mindenről. Persze nekünk kell folyamatosan kifel angolul beszélni, de azt, hogy a srácok egymás közt jelentvite azon a szinten, ahogy itt kell beszélni, angolul beszéljenek, az, az talán még egy, egy kihívás. De mindenképp meg kell lépnünk idővel. De soha nem is vetődött fel, hogy esetleg ne így csináljátok, hanem akár az Egyesült Államokban, akár Németországban, Franciaországban? Hát, ahol tőke erős környezet van, ahol ami bevonzhatná az ilyen startupokat? Biztos pillanatokra felvetődött, de de igazából nagyon komolyan nem gondolkoztunk el azon. Egyszerűen, egyszerűen vannak, vannak ennek ilyen nagyon egyszerű pénzügyi oka is, hogy uh, ugyanabból a pénzből, és, és a legelején uh, mi uh, nulla pénzből indultunk. Tehát amikor a, tehát ugyanabból a pénzből sokkal tovább ki lehet bírni Magyarországon, mint, mint mondjuk a Szilícium völgyben, San Franciscóban például. És de egyébként szóval valahogy, valahogy, úgy volt ez, hogy nem a, az első időkben nem terveztük konkrétan azt, hogy mi, mi szeretnénk egy nagy céget csinálni, és, és, most ehhez akkor kimegyünk a... Tehát nem csak az volt a cég, cél, hogy csináljunk egy nagy céget, hanem, hanem ezt a, nem tudom, technológiát, kutatást szerettük volna csinálni, és az első időben szigorúan lelkesedésből csatlakoztak hozzánk emberek, mindenféle fizetség nélkül. Illetve é... a ládos öröm, mint említettek <laughs> <meg gül> Így, Így van. És szerintem ez nem egy olyan dolog, amit át tudsz vinni a másik országba. Egyszerűen az, hogy sokkal közös élményeink vannak, sokkal jobban megtaláltuk a közös hangot egymással. Egyszerűen a saját kis itthoni, szociális hálónkat tudjuk mozgatni, és azt mondjuk, hogy szia, rég láttalak, mit csinálsz most? Ó, tudok egy jobb helyet, nincs kedved, nem tudom. Tehát, hogy ez, ez olyan, ilyen organikusan tudott alakulni, és a, ez, ez, nagyon sokat segített az elején. Persze most meg kell tennünk ezt a lépést. Igen, de azért az hozzátartozik, hogy a, mondtad a tőkerős nagy országokat. A vevőink, azok ugye a gyógyszercégek jelenleg, ők mindenhol vannak. Tehát Németországban a Bayer, a Rossz, az bázás Svájc, a Pfizer, ők, San Diego, USA. Tehát, hogy igazából minden nekünk, hol vagyunk, úgyis átnautaznunk kell hozzájuk. Tehát ilyen szempontból a lokalizáció kevésbé fontos. A másik pedig a tőke, a befektetők, még most vagyunk ott, lassan lesz egy nagyobb befektetési körünk, de akik egy ilyen angyal befektetői körünk volt a nyáron, abban is van amerikai, svájci, német, angol befektető, tehát ez is már egy ilyen hogy mondjam, nemzetközi csapat. Tehát, hogy egyszerre vagyunk itt a Magyarországon, és játszunk a magyarországi szabályok szerint, magyar emberekkel, de ugyanakkor még a nemzetközi piacon játszunk. Tehát, hogy sose volt az a célunk, hogy mi itthon vannak itthon akadémiai kollaborációk, de az is mindegyik lendületes csoporttal. Tehát, hogy azok is a legjobb csapatok, akikkel együtt dolgozunk, és, és nemzetközi szinten is a nagy gyógyszercégekkel vagyunk együtt. Tehát, ilyen szempontból nincsen rajtunk egy olyan nyomás, hogy most nem találunk új vevőt, nem közlünk Németországba, vagy ilyesmi. A befektetők között, akik felbukkantak, voltak az energetikai szektorban is, amikor meglették a nevet? Nem, de szóltak minket keresni, hogy biztos értetek a, nem is tudom, aerodinamikai szimulációkhoz, ha van ötletetek, beszéljünk már, írtam, hogy ez szerintem tévedés. legjobb az, amikor írják, hogy követem a munkátokat, utána, ha tudunk-e segíteni, mondtam, hogy akkor nem annyira jól követed a munkát. Ezt, ezt ismerem az ilyen megkereséseket, úgyhogy ezzel nem vagytok egyedül. Berlin Berlinbe kaptuk meg azt, hogy uh, olyan a nevünk, mint egy kelet-német foci csapat. Turbine. Turbine. Turbine, a női foci csapat. E. <híris> és miért ezen év? Ezt már megkérdeztem a múltkor, de. <híris> és megyünk is Igen. Igen. És de azóta nem találtam ki abszolút. Van ered a név, hogy amikor bele rúgsz egy pontba a hálózatban, azt matematika nyelven perturbációnak hívják, és amikor, amikor még csak a doktorimat kezdtem, és még fogalmunk se volt, hogy ez az egész lesz belőle, akkor, akkor valami olyasmi volt a téma, hogy a hálózatoknak a perturbációs elemzése, mert hogyha jó tág témát adsz, akkor abból bármi kijön jó lesz. És ebből a perturbation szónak valami integrálásából, meg nagyon szabad asszociációval keletkezett belőle a törbány szó. <laughs> Végül is lényeg, hogy ti kényelmesen érezzétek vele magatokat. Hát sok sikert kívánok nektek a jövőre. Remélem még találkozunk, és nem azért, mert most hibás lesz a felvétel, hanem majd nem tudom, egy év múlva, két év múlva aztán meglátjuk, hogy mennyire jöttek be a számításaitok. Köszönjük szépen, és szívesen jövünk, hogy jó úgy van. Köszönjük szépen. Az elmúlt háromnegyed órában a Szertár Podcast 112. adását hallottátok. Az a helyzet, hogy jövő hétvégére van egy kis technikai probléma, amit azért igyekszem megoldani, Konkrétan nem biztos, hogy sikerül a hely idő vendég saját ráérésen Mátrixában megtalálni az ideális pontot, de valami az biztos, hogy lesz. Ha más nem, valami rendhagyó külön kiadást veszek majd fel. Köszönöm a figyelmeteket, illetve a felajánlásaitokat a www.patreon.com sertár oldalon. Ne felejtjétek, hogy az adáshoz tartozó jegyzeteket, linkeket a szertár.com oldalon találjátok. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a podcastre azon a csatornán vagy podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Legyen szép hetetek, élvezétek végre a tavaszi jó időt. Sziasztok!